A kronométer.hu bemutatja őszintén órákról. Sziasztok! Olyan dolog érkezett hozzánk, ami eddig még nem volt. Sőt, három olyan dolog van nálunk, ami még nem volt. Led Zeppelin. Az egyik a Zeppelin. A másik a hazai kitalálmányú Solem márka. Titán búvárral. A harmadik pedig a D1 Milano. Ami Zalán kedves nézőnk kitartó munkájának az eredménye, hogy itt van. Egy, mert a kitartó munkájából volt pénze, nagyjából 120 000 forint, hogy megvegye. Másrészt pedig annyiszor írt e-mailt, és nem emlékszem, hogy én arra túl pozitívan válaszoltam volna, hogy egyszer csak bejött a boltba, és akkor akkor is a D1 Milánomba fogtok forgatni. Nagyon szívesen. Volt más is, aki behozott órát, csak az nem volt olyan, ami amúgy érdekelt volna, de ez viszont amúgy érdekel. Ez élőben sokkal kevésbé bántóan rossz, mint a képeken. Élőben egyáltalán nem bántóan rossz, de menjünk szépen sorjában. Induljunk az elegáns vonaltól, mert hétköznapokkal kezdünk. Zeppelin még nem járt nálunk, ez viszont az LZ-126-os széria, ami ki nem találta, mi volt az LZ-126 egyszer. Csak nem egy repülővésli. Az. És az az érdekes, hogy egyébként a Pointec, ami a gazda cége, mondjuk úgy, anyavállalata, például a Zeppelinnek, az Iron Annie-nek. Még Viktor azt keresi elárulom, hogy ez azért nyikorog, mert még teljesen zsírúj, és a szíjnak a belseje hozzáér a tokfülhöz. Csitrilliós órák is csinálnak ilyet, félreértés ne essék, és ez nem egy csitrilliós óra, de ez is csinálja. Egy kis VD40 kell neki, és majd most lesz. Hozzájuk tartozik például a Rula, valamint a Bauhaus. Mit kell tudni Rula? Isten, nekem volt Rula nagyon régen, az egy rendes rá volt írva, hogy made in... Whatever, találj ki valamit. Nem emlékszem, hogy a jobb vagy a baloldali német volt, szerintem a jobb volt. Az volt ráírva, és nulla köves kronó volt benne. Zero jewels given. De annyira jó retro kinézete volt, ha találok képet róla, akkor ezt most bevágtam. Nulla köves az úr. Most jött ki egy új, ez most egy ilyen sok órás és változatos adás. A Spinnakernek láttad a Halloween-i óráját? Én nem szeretem ezt a Halloween-ezést, meg ilyesmit. Ki vagyok? 50. Ez? Phantoms. Ez az? Igen, nem 50 Fathoms, hanem 50 Phantoms. Jó, de ez a Second-Day-val, azok még mindig igen, azok nagyon jók. És a számlapon egy rakás, ilyen kis pici kis genyó repkel, ilyen kis szellem. De a 50 Fathoms az ugye ez a blampanos izi, amit mi leforgattunk, de majd januárban fogjátok tudni megnézni. Ez egy nagyon híres blampan búvár óra. És ez annak egy ilyen tribütje, nem szerintem ez a szóba, ez az, amit Halloween-re csináltak, 670 darab, el is kelt mindegy pillanat alatt. A számlap tele van lumineszkáló szellemekkel. De azok mozognak? Nem. De lumineszkálnak. $450 az egész óra. És az van 6 órához írva a számlapra kicsibe, hogy no feet. Mert hogy nincs lábuk. Nem azon odaírva, hogy 100 láb, vagy nem tudom, hanem hogy no feet. És úgy jöttem, hogy amikor ezt megláttam, úgy jöttem, hogy akkor most veszek egyet, fölmentem és sold out. Azért hajlandó lettem volna megvenni, mert azon rájövő, hogy no feet. Nyilván az egész is tetszik, de hogy ez az ötlet, hogy valaki egy ilyet írjon az órájára, hogy no feet, úgyhogy közben a Blancpain meg a Swatch annyit szólja már saját magát, hogy már 50 fathoms így, meg 91 méter úgy, meg búvárról történt. Erre kihoznak egy búvárólat, ami egyébként nem tudom hány száz, ami 150 méterig vízálló, tehát egy normál, nem búvárólat, de normális vízállóság óra, és leírek, hogy no feet. Zseni! Úgyhogy nagyon tetszett, nagyon-nagyon király. Na, szép. Ennyi kis izé lábjegyzet belefért. No, Bauhaus óra mi jut eszedbe? Nem fogunk tudni vele forgatni, mert már nem fér bele ebbe a zetekbe. Vagy Nomos? Autobahn. Autobahn. Imádtam, amikor az bemutatták, de a Bauhaus óráról abban a kategóriában a Nomos, az annál egyen lejjebb általában a... Junghans. Igen. Az alatt pedig Dufa. És akkor még itt van az egyébként szintén Pointec által forgalmazott Bauhaus márka, hogy egy picit Nomen, ezt Omen legyen. A lényeg az, hogy mindig, amikor valamilyen stílusról van szó, akkor eszünkbe tud jutni pár márka. Ennél a stílusnál viszont nekem nem jut eszembe több.
Igen. Ez egy ilyen... Ez a nagyon rájátszósan vintage kronó, és egy-egy kiadások szoktak lenni, Longines-ból, Omega-ból, így a Swatch-on belül néha szoktak ez a tojás hészínű ilyen sárga, a szállap, a kis piros kis beosztásokkal, meg a nem tudom mivel. Ok, de az, hogy egy egész márkát ennek szenteljenek, most szóljatok, hogyha jut eszetekbe ilyen, de a Zeppelin az ez a formavilág, meg ez a megjelenés, meg ez a stílus. És mindig is ez volt, tehát akkor, amikor én elkezdtem az órákkal úgy kedveskedni, mert úgy kedveskedni, hogy így nézelődni, mi van? Konkrétan ezt akartam mesélni, amikor én elkezdtem, akkor én Zeppelint akartam. Ne vedd el az emlékeimet! 31-33-ban szeret Zeppelint akartam. Én nem azt akartam, én a 9-es, vagy akkor még 8-as mióta volt benne, és én azt akartam, talán ez 127 volt. Ezt is tudtuk egymásra. Hát ilyet. Itt érezze a lelkünk. Hogy 12 éve akartunk valami nagyjából hasonlót. Igen, és... Azóta ez nem fordult el. Talán valószínű. És én akkor akartam nagyon Zeppelin, de akkor nem volt rá pénzem, ez ugyanakkor volt, amikor picit később már Steinhardt-ot akartam, de arra sem volt. Uh-huh. És így nem lett akkor Zeppelinem sem, meg Steinhardt-om sem. Uh-huh. Viszont akkor is nekem nagyon tetszett ez a stílus, hogy ezt a fajta, ugye ez a második világháború előtti időszak már uh-huh. a Zeppelin. Ez a 30-as évek. Így van. Egyértelműen az amikor a ez egy tök új dolog volt, hogy hőlékbalon, de nem hőlékbalon, hanem valami egészen más, egy technikailag is teljesen más dolog, és lehet vele suhanni, és egy tehát történelmileg is ez egy nagy szám volt akkor. És ebbe a dizájnba, ebbe a szép 30-as évek dizájnjába nagyon kevés gyártó repít minket vissza, ennyire konzekvensen, mint az Zeppelin. Aminek egyébként rengeteg kollekciója van, tehát az LZ-126 az csak egy, amit most kiválasztottam, hogy nézzük meg ezeket. Ja. És azért ezt a kettő, mind a kettő Los Angeles, az a típusa. Azért ezt a két típus hoztam, vagy két darabot, mert az egyik egy kronográf, és a másik is. De amúgy szerintem a kronográfokban a legerősebb a Zeppelin, és így ártalmon keltem, amúgy soka, lehet három mutatósból, meg azt hiszem járástartalékosok is vannak azokban, hogy lehet így nézegetni egyébként, meg találni jókat, de én jártamon keltemben, legalábbis itt Budapest, látok egy csomó Zeppelint amúgy. Lehet azért is, mert 10 éve van itthon egyébként, így forgalomban szoktam látni. Miért? Azért, mert egyébként ez egy tökre védhető stílus. Tehát, hogyha most ezt megveszed, igen, senki nem fogja, hogy miért azt vetted, érted? Hanem, hogy hát egyértelmű, egy óra amúgy, egy egységnyi óra, most azt mondom, hogy az AI-nak, hogy tervezen, akkor ez így néz ki, barna szíj, acéltok, sok kis pici műtyűr beosztás, meg most ebben az esetben, és akkor mindjárt beszélünk a szerkezetekről, meg árakról, egy kis billegő rotor benne. Igen, de ami miatt én ezt a kettőt kiválasztottam, na, hogy az egyik mechanikus, a másik pedig automata, és az automata az 1700 euróba kerül, a másik az pedig negyed annyi. 1700 euró? Az mondjuk azért komoly. Hogyha megnézed, akkor Sellita SV500 van benne, tehát egy 500-as széria, ami a 7750-es. Abos egy díszített. Igen, mondjuk én egy picit hiányolom, hogy valami Zeppelin téma legyen a rotoron, az egy akkora kihasználatlan marketing felület ott, hogy oda még azért el kéne szerintem valami jó kis léghajó kontúr. SV510. Igen, igen, tehát azért 1800 euróért ezt nyugodtan meg lehet volna csinálni, bár az tény, hogy ez egy díszített változata az SV510-nek, tehát egy rakás perlás nézhetsz, a rotor is megvan egy kicsit felületkezelve, de hozza, ugye ez a 7750-es architektúrára épül, erről már beszéltünk egy csomót, hozza annak az egyetlen egy komoly hátulütőjét, azt a vastagságot. Nem olyan hangos a rotor benne, mint egy 7750-esbe, de a tokvastagság az még mindig jelentős. És ugye csak azt akarom megmutatni, hogy közben itt van ez a Tissot PRS 516, amivel nem forgattunk, és ez csak így mutatom. Ez is egy tank. Ez is egy 7750-es. Egyébként tök szépen kialakítva, rohadt nehéz. Azt a rohadt! Mi óriási különbség van a kettő közt is újban. De amire ki akarok lukadni, az, hogy az 980 ezer forint listára ez a Tissot most. Jézus. Ahhoz képest szerintem az Zeppelinnek a konzekvens dizájnja, dizájnja 1700 euró környékén egyáltalán nem vészes. Sőt, és hogyha hozzátesszük, egész pontosan 300 euróba kerül ez, az LZ126. Igen. Azért 300, gyakorlatilag ez annyian érdekes, hogy megkapod ugyanazt a formavilágot. Abból a szempontból még előnyösebben, hogy még vékonyabb.
És ugyanaz a toknak a vonalvezetése, annyi, hogy itt ugye egyrészt a lünetta magasabb, másrészt pedig van a hátlapnak, ugye, hogy a rotor elférjen, igen, van ez a plusz gyakorlatilag, ja, másfél réteg, és a kvarcnál ez nincsen, igen, de ugyanazt a vonalvezetést, ugyanazt a tokfül vezetést kapod meg, majd látni fogjátok a bávos részünkben, hogy a Maurice Lacroix Masterpiece-nek pontosan ugyanilyen vonalvezetési a füle, amivel próbálják még nyomatékosítani az elegánsságot, és ezt a... nekem akkor is a New York-i épületek jutnak ezekről a vonalakról, ja, eszembe. Hát ez az Art Deco-s abban a feeling egyébként egyértelmű. Így van, hogyha megnézzük, akkor ebben az ez a kvarcban... A kronográf másodperc az nem egyeket ugrik, hanem kicsiket, amivel imitál mondjuk egy kb. 2,5 Hz-es szerkezetet. Igen, ez egy 6S21-es mióta, ami benne van. Tehát ezt úgy tudják ilyen áron adni, hogy ebben egy japán szerkezet van, ami amíg mióta van benne és jó áron cserélhető, addig nem zavar. A 7750-nek és annak származékait pedig már jól ismerjük. Nagyon érdekes az, hogyha megnézed, több rétegű a számlap, mert van a tahiskála, ami lefele görbül, és ott van egy perem, utána jön a számlap, ahol pedig a kék indexek és a kék, ja, számok vannak. Tehát azért túl vagy milyen ára lett az óráknak, jó, 10 éve volt, több mint 10 éve, de mennyire néztem, én emlékszem, és rohadtul nem volt. 60 ezer forint körül? Nem, szerintem ilyen 120-130 ezer volt, azzal az orosz 31-33-as architektúrájú kézi húzós kronográf, lehet, hogy 150, de akkor már szerintem sokat mondok. Ugyanazt mondtam, amit te mondtál, soha nem volt rá pénzem, soha. Tehát, hogy én mindig nézegettem, így nyomtam az orromat az üveghez, a kirakatnál, hogy ú, de király! És akkor 40 ezerért vettem eBay-ről, érted? Egy te valami teljesen más, tehát negyed áron. Aztán na mindegy, de valahol mindig el kell kezdeni, aztán ez van. Szóval én nagyon várom, hogy a Zeppelin és az összes többi márka, aki 7750-es architektúrájú kronográfot használ, beüljenek a kis léghajójukba, elmenjenek a Szelitához, és azt mondják, hogy csináljatok már olyan ilyen szerkezetet, ami nem 7,9 milli vastag, most ezt fejbe mondom, de szerintem annyi. A 7750 az ilyen, ez majdnem 8 milli. Majdnem 8 milli. Csak a szerkezet. Emlékszem, volt olyan takhajnám, nagyon sok, ami 9,5 milli volt szerkezettel együtt. Fogunk most forgatni egy sopárral, ami 8,3 tokozva. Azt a mindenit. Ja. Tehát, ezt én még nem tudtam, hogy ezzel fogunk forgatni. Én most a léghajót kerestem, hogy megnézzem a RZ-126-ot. Construction number, RZ-126, 1922-ben készült, 1924-ben elindult, és 1925-ben felrobbant. Ezt most csak kitaláltam. Nem robbant fel, 32-ben kivonták a forgalomból, és 39-ből pedig a Naval Regiszterből is. Elvitték a mélybe az egészet, 39-ből ott írja. Basszus! Ez annyira... lelombozó. Hát jöttek a repülők, aztán az egy kicsit jobb volt. Jó, mondjuk igaz, de 120 kilométert azt tudott menni. Felszállnál egy ilyenre? Nem. Most, de hogy szállnék fel? De nem, hogyha lenne, mint utazási mód, vagy mondjuk akkor éltél volna, akkor felszálltál volna egy ilyen? Akkor felszálltam volna. Tényleg? Tehát megáll egy ilyen lebegő bomba, és azt mondod volna, hogy persze felszállok. 1924-ben, abban az időszakban, amikor azt hitték, hogy a rádiumos rúzs például az jó, ez nem volt, nem tudok mit kezdeni. De érted, hogy mire gondolok, ja, hogy akkor még egészen nem is a félelem érzete volt más az embereknek, hanem a, nem volt, a valóság tudatú szerintem egy más dimenzióban mozgott. De tényleg. Én azért szeretem ezt, ugye mindig beszéljük ezt, hogy valami elvisz valamilyen hangulattal valahova az űrbe, a hegyek közé, igen, a mindegyik, és ez visszarepít abba az időbe, dizájnba, és teljesen önazonosan. Amikor ezek még a logó is tiszta ízen. Egy ilyen régi Zeppelin, tehát ez nekem olyan, mintha nem is létezett volna. Tehát, hogy ott ki van dokkolva az orránál fogva egy ilyen világító toronyhoz, érted? Hogy tényleg olyan, mintha valami science fictionből, nem a múltból, hanem ilyen valami alternatív valóságból. Na mindegy, vissza az órákhoz. Nekem az a bajom ezzel a SU510-zel szereltel, hogy nagyon vastag, mindenki eldöntő, hogy neki szereti-e. A Tiszta minden mai napig gyártja ezt a monstrumot, úgyhogy valószínű, hogy... De az legalább 2 centi volt. Hallod, ez önmaga karikatúrája ez az óra. Na mindegy, ez most egy másik kérdés, hogyha ezt mindenki eldönti. Én a kettő közül egyébként, bármilyen hihetetlen is, de a kvarcot választanám, mert a stílust megkapott, hordhatóságra kényelmesebb, árba pedig lényegesen kevesebb. 15 mm csak. 15, az hol lenne sok? 3 mutatós órák. Szemre sok, akkor is sok. Szemre sok? Igen. Pedig az az érdekes, hogy itt van most ez az El Primero. És lényegesen vékonyabb az óra.
Nem vékonyabb? Nem. Hasonló? Egy kicsit vastagabb a Zeppelin. Igen? Egy másfél két millivel. Jó, de az 42-es, ugye? És ja. A 42-esen máshogy látszik. Igen. Azért, hogyha megnézzük a különbséget, hogy hol rejtőzik az ár, nem csak a szerkezetben, hanem abban, hogy például ott rakott indexek vannak az olcsó verziónál, pedig festett indexek, itt minerálkristálon, sapphire glass. Sapphire! Tehát azért a különbség megvan, úgy sikerült elrejteni benne az árkülönbözetet. Ez biztos, hogy minerál? Igen. Kágy. Ja, minerál, igen. Kágy. Az pont 9-ed annyi, mint azok a kutyák, tudod. Szólen. Hogyha már egyébként pedig a hangulatról beszélgetünk mindig, hogy mi milyen hangulatot ad, akkor megjelent egy magyar tervezésű, vagy magyar gyártású, de ez sem igaz, hanem megjelent egy magyar kezdeményezés, egy új óramárka, amit úgy hívnak, hogy Solen. Semmit nem tudok róla. Semmit? Ki csinálja, miért csinálja, hol készül, mennyibe kerül, miért történik ez az egész, hogy illeszkedik ez ide bele, semmit nem tudok, úgyhogy avass be. Hát elmondom neked. Adott egy magyar fiatalember, aki úgy döntött, hogy szeretne egy órát. Hmm. Neki ehhez megvoltak a tervei, hogy ő hogy szeretné, hogy kinézzen, mit szeretne, hogy milyen szerkezet legyen benne, és elkezdett házalni különböző óragyártó cégeknél, hát ha elkészítik neki azt az órát, amit ő szeretne. Uh-huh. A távol-keleten mindenhol visszautasították, mondván, hogy ennyi. Majd megkeresett egy svájci óragyártó céget, aki jellemzően, hát mondjuk úgy, hogy bérgyártó, tehát saját márkája, saját logózott márkája nincsen, de szívesen meghallgat bármit. Uh-huh. Vele elkezdett tárgyalni, végül nem az lett, amivel odaállított, hanem más, viszont ez jött létre. Uh-huh. Az volt a lényeg, hogy ne acél legyen, hanem uh-huh. titán. Igen. Búváróra legyen. Búváróra, igen. És ne legyen feltétlenül az a 12-1 tucat Submariner, Omázs uh-huh. és társai. Uh-huh. Na most, amiért nekem ez nagyon tetszik, azon kívül, hogy citromsárga. Yes. Az az, hogy titán. Uh-huh. Jó a megmunkálás. Igen. Tehát, hogy érez, nem vág, én ezt hordom már egy 3 hete, 2-3 uh-huh. hete. Most már négy talán. Ja. És azért a tagfülnek az alja éles, de éles, lehet, de hogy... nem vág. Aha. Hát leolvasni, ez pofon egyszerű. Tehát, hogyha megnézed, persze, akkor... persze, szép, kontrasztos. Fekete keretben vannak egész bent. Egész jól lum rajta, aha. Nem szemtöttem. Fekete keretben vannak bent a világító részek, a sárga számlap fölött, tehát bármilyen körülmények között le lehet rendesen olvasni. De ez a sárga dolgot amúgy is csíped. Hát nem csípem végül is a Morris Lacroix Icon Tide-om sem sárga-fekete. Meg a Breitlingem sem sárga-fekete volt, ugye az Endurance Pro. Ja. Nem álltam el a fókusz, de azért ez mindig a vizes működ meg van. Valamennyire azért látszik, hogy alig árnyékolok be, és még így is egyébként egész jól visszaadja. Úgyhogy, ja, decens lum van rajta, nyilván semmi se olyan, mint egy Seiko Lumibrite, de nem is ez az elmaszatolt gagyi valami. Oké, okay, igen, és akkor megtalálta, hogy ki fogja ezt neki legyártani. Hát legalábbis megállapodtak egy olyanba, ami a gyártó részéről is elkészíthető volt, és neki is megfelel a dizájnban. Ez lett ez az óra. Ez citromsárga, narancssárga, fekete, és ha jól tudom, most már sunburst kék színben is kapható. Uh-huh. Ugye nálad egy narancssárga van. Igen. A titán szíjon. Így van, mert hogy titán szíjjár hozzá gyárilag az 1100 eurós címke mellé. Na, ez lett volna a kérdésem, hogy akkor megyek elő, tehát akkor 400 ezer forint kb. Igen. Ezért kapsz egy szelita szerkezetet, SV200-at, minőségi titán és gumiszíjat, és... Színeket? Ja, és színeket. Megakadtam egy pillanatra. Normális. Hát igen. És azon gondolkodtam, hogy mit tehetnénk be emellé, és igazából a szertinát lehetne betenni a jó kis műanyagos Power Matyi szerkezettel. Igen. 380 ezer környékén. Nem elég néztük valamelyik adást. Ja. Hogy ilyen 380-400 ezer környékén van a titán, mm-hmm. és a mostani az már nem olyan szép. Na és ami nekem ez kiemeli egy picit abból, az az, hogy ez nagyon hasonlít számomra a Doxa Subra. Ezt akartam mondani, hogy azért Doxa van benne bőven, és azok milyen árban vannak? Az pedig, ha jól emlékszem, akkor a lightosabb ez ilyen 1600-1800 euró, és a drágábbik az 3000. Most Jenny Mavos részen ott volt a Doxa. Kihoznak valami fekete modellt. Egész izé funkisan nézett ki, meg minden valami dátvédes is, aki 7 vagy 8, és így... Ja, meg kerámia volt.
De nem az egész, volt benne kerámia. Igen, nem emlékszem, csak arra, hogy jól nézett. Én arra emlékszem, hogy ott ülök, nézem, kár, a minőségérzet az ennél nem sokkal volt jobb, de tényleg egy ilyen elenyésző volt, elenyésző. És vannak olyan dolgok, amik kifejezetten olcsók azokon az órákon egyébként, nem, nem tetszik. Ürök, hát mondom, mennyi lehet, mondom, biztos lesz, aki megveszi, tötötö. Köbni nyelni nem tudtam. Tudod, amikor az a reakció, tudod, hogy így, hogy mi, hogy mondom, ez másfél tudor Black Bay, és nem illik mindig mindent ahhoz mérni, de ez már majdnem Grand Seiko búvárt kapsz ennyiért, de még fel ennyiért is egyébként használtan, ami megint egy másik kérdés. De hogy egy ilyen játékóra érzetű új doksza, ami azért nem volt annyira nagyon jól megcsinálva, 6-7, nem tudom hány ezer volt, meg ki is töröltem, mert mondom, köpni nyelni nem tudtam. Mindezt úgy, hogy van benne egyet a 28-24-2, vagy ami a SV200, tehát ami ebben benne van, az van, abba van benne abban, és azért elkérnek majdnem 7-szer ennyit. 7-szer ennyit, igen. És úgy, hogy itt a titán szín, meg a titán tok egyébként az tényleg azért sokat ad hozzá. Nekem volt ismerősöm, aki a sima Doxa Sub 300-at, ami 1000-valahány száz euró, azt visszaküldte. Ja, mert? De hogy ez nem olyan minőség, hát ami, nem. Ami ezért a pénzért. Igen. És hogy ez képről nem látszott, úgyhogy engedelmükkel érne ja. Az időmelő jelenlási jogtól. Na és engem például teljesen visszatartott a Doxától az, hogy drága. Most az, hogy a Doxa az most mi lett, meg hogy mi volt, az most teljesen mindegy, de ja, meg az a cél. Hát persze, hogyha jössz fölfele fancy anyagokba, akkor 4-5-7-6-7 ezer. Igen, úgyhogy nekem ez azért tetszik, mert van egy Doxára hajazó dizájn, titántok, svájci szerkezet, ami azért elég könnyen beszabályozható pontosan, hogyha valamiért nem úgy kapnád meg. Én ebbe azt becsülöm, hogy van valakinek eldurant az egy, és úgy volt vele, hogy semmi se pont olyan, mint amilyet én szeretnék, és beleállok. És utána megyek, és azt mondom, hogy akkor legyen titán, kipipálom, nincsen egy olyan méretű cég mögött, nyilvánvaló, mint mondjuk egy Doxa, ami egyébként nem annyira nagy, hozzá kell tenni. Tehát azért a mostani... Jerry testvére. Ezért, tehát nem az a szint azért még mindig, nem egy tudor. Vagy akárcsak nem is, még csak nem is egy szertina, vagy akár. És igen, és igazából azt a vibe-ot szeretném, kész, titán, ilyen lett, oké. Most egyébként egy evolvens milyen árban van? Csak most azon mondom, hogy hát ha valaki most nem is azt érzi, hogy ez most titán vagy nem titán, hanem hogy egy magyar márkát akar. A japán szerkezetesek azok ilyen 150 ezer forint körül. Uh-huh. A svájci szerkezetes már kapható, vagy most lesz kapható, majd az 3-400 ezer között valahol, tehát hasonló. Uh-huh. Tehát ugyanide lehet verelni. Igen, ja. Csak ugye más a kettő, mert és azért sem feltétlenül hasonlítanám össze, mert az evolvens az azért tud most egy olyan svájci órát gyártani 400 ezer forintért, mert kb. Nem tudom, 10 évvel ezelőtt az István elkezdte azt csinálni. Ja. Ő benne van egy olyan kockaság vagy geekség, hogy ő CNC-zi, ő ja. Tervezi meg kedve, meg mindent ő csinál. Mondjuk én ezt már mondtam neki, hogy szerintem pont azért nem tud egy nagyot ugrani a cég, mert mindent ő akar csinálni, ja. És így nagyon nehezen adja azt ki az irányítást. De hogy ott ezért fejlődött el oda arra a szintre ennyi idő ja. Alatt. Ez egy bérgyártott termék, amiben igen. Az a jó, hogy létezik. Ja. Tehát, hogy valaki ennek utána, nézd meg azt a csattot. Ja, amúgy ez egy bitangul megcsinált egészen jó, egy jó ízléssel, meg azért úgy láttam, hogy valamennyi tapasztalatom, vagy csak vagy szerencsével, vagy nem tudom mivel, de mindenképpen egy jól összeválogatott valami, ez a Lunetta, ez 1x1 basszus, bármilyen lehetne amúgy 2-3 ezer euróig simán. Mert nem is tudom, hogy melyik képenyemet szerkesztettem, most nem fog eszembe jutni már. Lehet, hogy amúgy az is Doxa volt. És hogy olyan ez, mintha egy ilyen pásztja lenne, ezt tökre szeretem. Tudod, hogy ilyen rendesen ilyen nagy darabokból áll, jól meg tudod fogni. Basszus, ez jól meg van csinálva. Nem hiszem, hogy az emberek tömegével fognak rohanni 1000 euróért. 300 darabos limitáció egyébként. Ilyet venni, amikor annyi sok nagy márka kínál, Citizen, japánok, ugye azért azok is titánt olcsón tudnak adott esetben kínálni. De ez a réspiac, réspiacának a réspiaca, nagyon jót kívánok, és amúgy meg jól néz ki, tehát első próbálkozásra nem csak jól néz ki, de jól meg is van csinálva, tehát nyilván ez a bérgyártás is nagyon komoly szintre ért már el, de ettől függetlenül ebbe pénzt kellett tenni, időt kellett tenni, energiát kellett tenni, és egy honfitársunk csinálja, úgyhogy és ami még figyelemre méltó. Azzal, hogy ilyen a vége, amikor bedugod, akkor azt utána nagyon nehezen húzod ki. Tehát ez véled... Mint a rókáknál, tudod? Uh-huh. Hogy, vagy a farkasoknál van az, hogy közösülés után egy darabig még egymásban ragadnak, mert... Te miket tudsz? Ez nincs meg? Nincs. Ez pont elkerült a figyelmemet. Mondjuk én is könnyen kiúztam a rókából, érted? De láttam, hogy a swinger klubban többiek ott szenvednek még.
Na nézd csak. Ezt így. Nagyon nehéz kihúzni. Látod? Jó, és ha ez a csuklódon van, akkor rohadt nehéz levenni egyet. Örülök neki. Gyors kioldós, a gyári gumiszi, nagyon egyszerű, levehető. Ja. De nekem tetszik, lehet, hogy lesz kuponkódunk velük. Sőt, itt láthatjátok a kuponkódot Dávid feje fölött, és megtalálhatjátok a leírásban is, a weboldallal együtt, ahol felhasználhatjátok. Én egy dolgot kértem tőlük, hogy ha még bele lehet szólni a hátralevő 290 darab gyártási folyamatába, akkor kapjon a rotor és a csapágylemezek egy kis díszítést. Mert lehet, hogy magyar vagyok, nem turista. Vagy nem az élet szarta, vagy csicska. Az a kedvencem. Azért, mert akkor mondjuk, nem tudom, 20 euróval, ha drágább is az óra, de, vagy 30-al, még hogyha gépi perlást kap, de annyival drágábbnak tűnik, és annyival jobb nézegetni, hogy... Na mindegy, én ezt hordom már egy ideje aktívan, és én nagyon meg vagyok vele elégedve. Na, szuper. D1 Milano. Ez olyan, mint egy autópálya, nem? Mi? D1 Milano? Ahogy igen, megy Milano fel a D1-esen, gyere el az ultrafinni kizélállóna. Hát figyelj, amúgy... Azt tényleg tetszik, hogy egy ilyen nagyon... Én ezen már egyébként azt gondolkodtam, hogy miért nem csinál több ember kvarc szerkezettel, két mutatóval ilyen brutál vékony órákat? Mert nem látszik, hogy kvarc mit számít, semmit nem számít, érted? És legalább tud ténylegesen vékony lenni. És elegáns. És kiderül, hogy kvarc nem derül ki. Akkor nem tök mindegy. Igazából az összeszerelési minőség jó. Kifejezetten jó. A CIA egyáltalán nem rossz. Mondjuk egy PRX, mert oda tudnád rakni, max picit csörgős. Micsit nem is csöngős. Kicsit necces, ahogy izé, vagy kicsit nagy erővel kell becsukni, de nem vészes, el lehet viselni, de azért kell sunk hozzá. Egyértelmű a royalok áthalás, azért van benne egyéb... Miért nem valami Rolex inkább, azokat jobban? Nézzem meg ezt a hátlapot. Ezt szerintem előre szánták, azt szerintem a hátlap belőle. De tényleg, ez egy per egy royalok lünete, de tényleg, elképesztő. Jó, tényleg. És hogy állnak a csavarok, azt megnézed? Össze-vissza, de nem hadszög, hanem ez igazi csavar, igen, így a csillagcsavar. Szép ez a kék számlap, meg jók ezek normális méretű, viszont tolmes méretű mutatók vannak rajta. Nincs túl bonyolítva, mennyi pénz ez? 120 ezer körül. Hát annyira nem is kérdés. Tehát... És tök jó, mert akkor most 220-30-40 ezer körüli órát is bemutattunk most, mondjuk igen. Itt van a Zeppelin például, és itt van a D1 Milano, ami stílusban teljesen más, korszakban teljesen más, semmi köze a kettőnek egymáshoz, semmilyen szinten, de az egyik jó mondjuk hétköznapokra, amikor be kell menni a multiba középvezetőként, és fel kell venni az inget, a másik az pedig jó a hétvégi sörözés. Amikor tolod a praktikerbe bevásárló kocsit, akkor meg ez. Hát ez most ez így egy picit gonosz volt, egy picit. Miért? Gyűlölöm azt az elfoglaltságot, oda kellene egy olyan óra, ami leköti a figyelmemet, miközben utálom az életemet a praktikerbe, igen, ez ebből indultam. Sűrűtálod az életed a praktikerbe? Évente kétszer-háromszor, de mély nyomot. Nem tudom, bemegyek és nyomaszt, mint az állat. Nem értesz ahhoz, ami ott van? Részben, meg hogy egyszerűen gyűlölöm, egyszerűen bemegyek, és így azt érzem, hogy így a nincsenek ezek a dolgok már készen amúgy. Ugye? De tényleg, hogy így... Ezeket miért nem kell összerakni? Én tök szívesen egyébként csinálnék valami ilyes, és sajnos nem jártam szakközébe, vagy olyan, tehát hogy nincsen olyan tanítatásom, ami vesz, és ez egy óriási hiányosság, én nagyon szívesen elfogalnám magam ilyenekkel. Lehet, hogy ez is frusztrál ebbe, hogy egyébként ezekkel nem tudok annyira mit kezdeni, és nincsen annyi időm, meg viszi, hogy annyi el tudjak szórni arra, tudod, hogy majd belejövök, nem baj, majd lebetanozom azért, nem tudom mit, meg megcsinálok ezt meg azt. De valahogy így bemegyek, egyszerűen így azt érzem, hogy így nem tudom, vagy nem tudom, lehoz az életről, lehoz az obi, praktiker, ilyenek. Ezt halott tegnapja miatt voltunk a nagynénéméknél Múran, és akkor ott a férje mondta, hogy valahogy beszélgettünk arra, hogy most bővítették az áramot, és akkor most egyszer 24 és kétszer 32 amper van, és akkor mondja, hogy hát meg ha jól emlékszem, van 380 is. És így mondom, az minek nektek 380? Mikor építkeztünk, azt hiszem a betonkeverő arról ment. Na ez respect! És ezért be lett húzva, és akkor már, hogyha már ott van, akkor hadd szóljon már, akkor már. Jó van, na. Köszönjük a D1 Milano felajánlást. Én annak örülök, hogy végre nem történt olyan dolog, amit úgy ki lehetne nagyon emelni, hogy fáj. Oké, neked fáj a vastagsága a szelitának, viszont kapunk normális szíjakat minden órához, mindegyiken van egy egységes dizájn. Most abba se lehet belekötni, hogy az 5 sor vagy a 4 sor az 6 különböző tipó, mert itt alul például egy tipóval van írva, csak a középső az vastagon szedett. Ja. Bétető amúgy teljesen. A Solem felirat az nyilván egy más, mert az a brand maga.
Ja. Úgyhogy végre. Az is jó, igen. Kezdjük megtalálni az egységet. A Zeppelin meg üdítően kiforta most már magát. Tehát, hogy ez így eldőlt, hogy ez így működik, és nem kell mindig csesztetni, tudod, hanem, hogy vászal, ez így. Ez. És amikor már 10 vagy 10-valány éve valami ugyanígy néz ki, az már elkezd a nagymárkák sajátja lenni. Érte? Tehát, hogy ez tök jó, amikor egy divatmárka is ezt le tudja hozni. És ami nem G-Shock, meg nem tudom mi, ami oké létezik 1000 éve, hanem egy viszonylag frissebb, meg újabb márka is, meg akkor is beleállnak és csinálják. És nem csinálnak mindenféle hányást össze-vissza, mint mondjuk a Tissot, most csak mondtam valami. Ez az óra, ez iszonyat. Igen, csak azt kell elfogadjuk, hogy a belépő kategóriája a Valzsónak és a Szelli teljes 510-nek. Az itt kezdődik, hogy 1700 euró. Fizikailag rosszul vagyok ettől. Mert ugye amik az alatt vannak, azok az egyszerűsített ETA kronók, tudod, a ja. Szóra sem érdemesek. Köszönjük, yes. Hogy velünk tartottatok. Ha tehettek, támogassatok minket Patreon. Gyorsan még egy kérdést muszáj, mert meg fognak kövezni minket a Patreon. Yes. Azt mondja, hogy... És még igazuk is lesz. Jó. A Poyot 3133-as kronográfok érzésem szerint a Seagull ST19 alá vannak értékelve. Neked mi a véleményetek, hogyha igen, miért? A Poyot micsika hova? A Poyot 3133-as szerkezet az a kínai Seagull ST19 alá van értékelve. 2009-es és 2015-ös széket találtál. Mert akkor volt ez téma. Igen, azért mondom, hogy ez rejt sem emlékszem, mert ma, amikor mondtam, hogy ezért Zeppelin nézegettem, akkor ez ment. Igen, itt ebben a topikban én nem fogom megtalálni a valóságomat, viszont itt van két kép egymás mellett, és erre tudok mondani egy nagyon egyszerű választ. A kínaiak, a Seagull, ami amúgy Shirai-t jelent, megszerezte, nem kellett megszerezni, mert lejártak a jogok több régi szerkezetről, ilyen a Poyot 3133, ha jól tudom, igen. Meg ilyen valamelyik Vénusz szerkezet is. Persze, meg a 7750 is, meg ezen minden egyéb dolog. Igen, és nekem is volt is róla talán vlogunk, yes. Amikor volt a Seagull 1963, az a katonai óra például, abban is egy Vénusz koppintás volt. Egyszerűen a kínaiak eljutottak oda, hogy a gyártósoron géppel meg tudják csinálni ezeket a szerkezeteket pontosabbra és megbízhatóbbra, mint az oroszok. Ezért tartom én személy szerint valószínűnek azt, hogy a Seagull ST19 az a Poyot 3133 fölé van lőve. Egyszerűen valahogy a Poyot 3133-ról szerintem a legtöbben, meg ahogy csak azt a képet elnéztem a Poyotnak, már ide látom az ütés biztosítását, hogy az ott valami egészen furcsa dolog. Ja. Ott a billegő fölött. A Seagullnak pedig rendesen meg van csinálva ott az ütés biztosítás. Ezek sokat számítanak azért. Egyszerűen a Poyot az megmaradt azon a szinten, az én véleményem szerint. Hát most már ahol, mert most találtam olyan Poyotot, ahol meg van csinálva. Szóval de nézd meg, hogy van belevésve. Hát ezek mind akkor onnanról megmaradtak. Ez olyan, hogy levitték a Mr. Minit, beérted a környéken, és így valahogy... Vagy odaadták valakinek, hogy vésd már bele, te régen csináltál. És szó szerint így. És egyébként pedig tökéletesen beismerik, hogy a Valzsú 7734-et koppintják. Az mi nem baj? Nem baj, csak akkor így most már így összeállt a kép, hogy svájci, kínai, orosz valahogy ez jön. Őszintén szólva én nekem így, hál' Istennek ritkán látok orosz szerkezetet. A Pesti órásnál is. Én nem szeretem az orosz szerkezeteket, mert egy olyan elképesztően hanyag nagy elnagyoltsággal készült a jelentős részük tisztelete kivételnek, ami miatt számomra a precíziós időméréstől egy picit távol állnak. Jó, szuper válasz volt. Ebben feltörekvőként ügyesebbek. Én forgattunk is Seagull 1963 kronográffal, még nagyon rég, és fantasztikus kis óra egyébként. Nem, ezt mondtam volt, nem, 4 mondattal ezzel. Se baj! Bele voltam szobódva itt valamire. Semmi. Az ütés biztosítás nincs a fejembe, úgyhogy lehet, hogy ez. Köszönjük szépen, hogy néztétek ezt az adást. Találkozunk jövő héten. Ha kérdeznétek tőlünk, akkor patreon.com/chronometer oldalon, vagy itt a YouTube-on csatornatagként meg tudjátok tenni. Így van. Találkozunk jövő héten is, addig is sziasztok! Sziasztok! A műsor támogatta